is true love. Seize the moment, I wanna see your eyes. Can't get enough of this. Békés Szent András nagyközség önkormányzata és a Szarvasi Turisztikai és Városmarketing Kft. Nevében tisztelettel köszöntöm Önöket a Békés Szent Andrási Szennyvíztisztító telep bővítése és korszerűsítése című projekt sajtónyilvános rendezvényén. Szeretném most megkérni Sinka Imre polgármester urat, Békés Szent András polgármesterét, hogy nyissa meg a rendezvényünket. Nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök én is minden jelenlévőt magam és képviselőtestületem nevében. Egy pár gondolatot erről a beruházásról. Forintálisan ez nagyközségünk életének legnagyobb beruházása, több mint 1500 millió forintból valósul meg. Látványában viszont a településen csak két részt érintett, igazából a Szent Imre utcát, illetőleg a Deák Ferenc utcát. Valójában maga az egész nagy beruházás a Szennyvíztelepen zajlik, annak felújítása a célja. Ami viszont nagyon fontos, hogy ez környezetvédelmi szempontból egy óriási előrelépés településünknek, hogy a szennyvízünk egész más technológiával, egész más úton és egész nagy hatékonysággal lesz megtisztítva. Illetőleg a másik szempontból, ami kiemelten fontos a jövő szempontjából, hogy ez a projekt majd lehetőséget ad arra, hogy most már az eddig szennyvízzel el nem látott részeinkre is tudjunk pályázni, tudjuk fejleszteni a területünket. Nagyon nagy vonalakban erről szólna ez a pályázat. Ennek a részleteit fogják hallani most a itt megjelent érdeklődők, röviden hozzáértő, nálam jóval hozzáértő szakemberektől, illetve ezzel kapcsolatosan lesz majd egy kis környezetvédelemre épülő teszt, aminek a kitöltéséhez pedig fiataljainknak nagyon sok sikert kívánok, és a jó kis nyeremények pedig remélem, hogy célzottan elérik a céljukat, és mindenki örülni fog neki, megnyeri. Én köszönöm szépen, hogy ennyien megtiszteltetek bennünket ezen a mai napon, és bízom benne, hogy az ezt követő vitaminnapi rendezvénynek pedig majd a feloldódás, a pihenés, a szórakozás tükrében telnek el. Én ehhez kívánok mindenkinek nagyon-nagyon jó szórakozást, illetőleg a mostani projekttel kapcsolatosan pedig remélem, hogy mindenki kíváncsiságát ki tudjuk elégíteni. Köszönöm szépen! Én szeretném megköszönni akkor polgármester úrnak, illetve alpolgármester úrnak, jegyzőasszonynak és a megjelent képviselő hölgynek, uraknak, hogy itt megjelentek is, mint egy optikai tuning itt háttérben képviselték magukat. Most megkérem őket, hogy fáradjanak le a színpadról, illetve szeretném megkérni Gombkötő Molnár Gabriellát, a projekt ügyintézőjét, hogy mutassa be nekünk egy picit részletesebben ezt a bizonyos projektet. Köszönöm szépen, én is nagy tisztelettel köszöntök mindenkit, aki megjelent a KEOP 2215-2019-00137 azonosító számú Békés Szent Andrási Szennyvíztisztító telep bővítése és korszerűsítése című projekt sajtónyilvános rendezvényén. Békés Szent András nagyközség önkormányzata és a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. A környezeti és energiahatékonysági operatív program felhívás keretében 2019. május 20-án nyújtott be támogatási kérelmet a szennyvíz elvezetése és kezeléssel kapcsolatos fejlesztések megvalósítására, melyet a támogató 2019. június 5-dik napján kell támogatói döntés szerint 1.530.567.291 forint visszanemtérítendő támogatásban részesített. A projekt teljes összköltsége 1.700.687.013 forint. A projekt célja a fejlesztések által a teletre érkező szennyvízmennyiség megfelelő tisztítási lehetőségének biztosítása. Megvalósítása révén hozzájárul a helyi, tágabb értelemben a regionális környezeti állapot javulásához. A projekt a felszín és a felszín alatti vizek terhelésének, a környezeti elemek állapotromlásának csökkentését, hasznosíthatósági lehetőségeinek növelését célozza meg. Az ökológiailag kedvezőbb környezet megteremtésével emelkedik a lakosság komfortérzete, életminőségük növekszik.
Mindezeken túl az összkomfortos lakókörnyezet növeli az egyes ingatlanok értékét, fokozza a település lakosság megtartó képességét. A megvalósítás 2019. április 5. napjával kezdődött, a fizikai befejezés határideje 2023. december 15. napja. A projekt kivitelezési feladatainak ellátására vonatkozó vállalkozási szerződés 2020. október 6-án került aláírásra Békés-Szentandrás Nagyközség önkormányzata, továbbá Dévaványaváros önkormányzata, Mezőberényváros önkormányzata és a Magyar Vakond Út és Építőipari Kft. Között. A szennyvíztisztító telepen 2022. január 17-én kezdődött meg a munkavégzés, az illetékes hatóság 2022. július 20 napjával kiadta az építési munkálatokhoz szükséges engedélyt, a munkaterület augusztus 1 napjával átadásra került a kivitelezőnek. A biológiai és a fertőtlenítő műtány elkészült, megkezdődtek a kezelőépület, valamint az iszaptároló csarnok szerkezetépítési munkálatai. Az átadás végső határideje 2023. november 11-e, de a hatósági határidők miatt ennél hamarabb el fog készülni a kivitelezés, ugyanis a vízjogi létesítési engedély úgy került kiadásra, hogy 6 hónapos próbaüzemben egy téli hónapnak is szerepelnie kell, így legkésőbb február 1-én már meg kell kezdeni a próbaüzemet, ami várhatóan július utolsó napján fejeződik be. Az új szennyvízkezelő a jelenlegi rákötéseket nagyjából félüzemben tudja majd teljesíteni, így a közép- és hosszú távú tervek között már szerepel az is, hogy a településen 2010 óta kibontakozó ipar létesítményeit, illetve a többi ödülő övezetet is rácsatlakoztassák mind erre, mind pedig az ivóvízhálózatra. Köszönöm szépen! Most pedig szeretném felkérni Tinkáni Zvara Erzsébetet, hogy az üzemeltető képviseletében ő is tájékoztassa egy kicsit önöket. Én is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a jelenlévőket. Úgy gondolom, hogy nem biztos, hogy nekem kéne most itt állni, inkább a kivitelező tudná ezt elmondani, ami most zajlik a szennyvíztisztító telep korszerűsítésével, de megpróbálom összefoglalni, hisz az Alföldvíz ZRT részéről mi üzemeltető, leendő üzemeltetőként vagyunk jelen, és szemmel kísérjük a munkafolyamatokat. Békés-Szentandráson egy 660 köbméter per nap kapacitású szennyvíztisztító telep kivitelezése ugye az idén januárban elindult. Az önkormányzat és a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. Konzorciuma közösen valósítja ezt meg. A projekt célja a terepre érkező szennyvíz megfelelő tisztításának biztosítása, így elősegítve a felszín és felszín alatti vizek terhelésének, a környezeti elemek állapotromlásának csökkentését. A fejlesztés jelentősen hozzájárul a helyi és a regionális környezet védelméhez és lakosok életminőségének javításához. Az Alföldi ZRT az új tisztító telep leendő üzemeltetőjeként közreműködik a projektben, és üzemeltetési tapasztalatunkkal tudjuk segíteni a beruházót, mivel társaságunk 133 településen üzemeltet ivóvízhálózatot és 67 darab szennyvíztisztító telepet és hozzátartozó hálózatot üzemeltet. A részt vettünk a tervek egyeztetésében, és a rendszeres koordinációkon is részt veszünk, és figyelemmel kísérjük a munkafolyamatokat. A projekt keretén belül hálózati rekonstrukció is megvalósult, mely 37 darab házi bekötés javítását és 475 méter gravitációs vezeték szakasz cseréjét jelentette. A tisztító telepen jelenleg készen áll a tömbösített műtárgy részei két darab reaktor, amiben a tisztítási folyamatok fognak majd zajlani. A konténerterem, ez a rágyszemély gyűjtésére, illetve a fúvógépház, ami a technológiai szükséges levegőt termelő gépek helye. Fertőtlenítő medence, és ezen műtárgyak sikeres víztartási próbái egy-két héttel ezelőtt lezajlottak. Elhelyezésre került a födémen a gépi tisztítású finom rács esővédő tetővel. Jelenleg a kezelőépület és az iszaptározó alapozása készül, folyamatban vannak a gépészeti és szerelési munkák is. Az átadás végső határideje, ugye, mint előttem is mondták, 2023. november 11,
itt előtte lesz egy 6 hónapos próbaüzem, amiben ott fogunk üzemeltetőként aktívan részt venni, hisz ott fogják a kollégáink megtanulni az új tisztító telepnek a működését, hiszen ez már automatikus módon fog üzemelni. Tehát a mostani telephez képest elég nagy erőlerépés lesz, és szükséges ez a betanulási időszak is. Jelenleg én most ennyit tudok elmondani, én jó munkát kívánok tovább a kivitelezőnek, és hogy az együttműködésünk maradjon ilyen, mint eddig volt. Köszönöm a figyelmet! Szeretettel köszöntöm Önöket itt Békés Szent Andráson, a Bencsik Mihály Sporttelepen, 14. sport- és vitaminnapi rendezvényünkön. Külön tisztelettel köszöntöm polgármester urat, köszöntöm dr. Lesfaj Balázs alpolgármester urat, köszöntöm a képviselőtestület megjelent tagjait, illetve köszöntöm Csépanyi Tóth Gabriella jegyzőasszonyt is. Külön tisztelettel köszöntöm meghívott vendégeink közül, és elfogadta a meghívásunkat Molnár József urat, Csabacsüt polgármesterét is, illetve köszöntöm a sport- és vitaminnapi rendezvényükön megjelent minden kedves vendéget. És akkor most átadnám a szót Sinkhajóra polgármester urnak, hogy nyissa meg ezt a rendezvényt. Én is szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit, illetve aki kimaradt a felsorolásból, Mikó László urat és a kormányhivatal nevében nagy szeretettel köszöntöm a jelenlévők között. És a 14. sport és vitamin nap immár most már túl a projekt bemutatón hivatalosan is kezdetét veheti. Én bízom benne, hogy a hasonló fergetegesen jó hangulatú rendezvény fog itt kialakulni. Látom, a csapatok már lendületben vannak, különböző bográcsokból különböző ételek készülődnek, úgyhogy bízom benne, hogy a zsűri ismét komoly feladat elé fog kerülni, hogy kiemelhesse, ki lesz a, hogy melyik lesz a legfinomabb étel, ki lesz a győztese a gasztronómiai versenynek. Én köszönöm mindenkinek, aki elfogadta a meghívásunkat, és azt kívánom, hogy érezze magát mindenki nagyon jól itt ezen a területen, és bízom benne azért, hogy a sport és vitamin nap, lehet, hogy ugyan nevében nem, de rendezvényekben mindenképpen meg fog maradni, fönn fog maradni településünk rendezvényének. Köszönöm szépen! Szóval, kedves vendégeink, köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és ezt a kis félasztalos evédet pedig fogadjátok szeretettel, jó étvágyat kívánok mindenkinek, aki meg majd később ér ide, később fog menni, nem kergetünk senkit ezen a nagy területen már most, nem bírjuk becserkészni az egész társaságot, úgyhogy jó étvágyat kívánok mindenkinek. Parancsoljatok!